Mert lefogasztunk. A segítőkezek szociális szolgáltató központ dolgozói pakolják azokat az adományokat, melyek a napokban érkeztek városunkba. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület értesítette a Ladányi intézményt, hogy a szomszéd város élelmiszer áruházának raktárából lejárat közeli termékeket lehet elhozni, ahogy arra korábban is több alkalommal volt már példa, hisz az Egyesület célja az országban felhalmozódó élelmiszer felesleg szétosztása a rászorulók között. Sonka és kesudió volt most, amit elhozhatott az intézmény. 920 darab szeletelt sonka és 800 zacskó kesudió érkezett. Ebből az adományból Püspökladány, illetve a társult települések, Sárét udvari szerep, Nagyrábi és Földes, az ellátotti körben lévő személyek részesülnek belőle, a házi segítségnyújtásban lévők, a nappali ellátásban lévők, illetve minden településen működik családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, és a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat gondozásában lévő hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családok. Szét kell osztani az öt településen, és a mai nap folyamán mindenféleképp kijutatjuk az különböző településekre. Az ígéretek szerint, az élelmiszerbank ígérete szerint várható egyre sűrűbben az adomány, hiszen a penniben nagyon sok olyan termék van, amelynek rövid időn belül lejár a szavatossága, és felajánlják a segítőkezek intézményének az öt településre. Hetente, két hetente, három hetente várjuk majd az adományokat. Az önkormányzat szoros kapcsolatot tart fent a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, mely kölcsönösen jó is, hiszen a város minden alkalommal precízen el tudott számolni eddig az adományokkal, így az Egyesület szívesen ad Ladánynak élelmiszer segít, akár több alkalommal is egy évben. A kapcsolat az a szerződések megkötése óta nagyon jó az élelmiszerbankkal, és én azt gondolom, hogy ez köszönhető annak, hogy az elszámolások, amit az élelmiszerbank felé meg kell, hogy tegyen az önkormányzat, ez mindig rendben zajlott, és kiosztásra kerültek mindig azok az adományok, amiket megkaptunk az Élelmiszerbanktól. A továbbiakban szintén ugyanígy szeretnénk folytatni az Élelmiszerbankkal ezt az együttműködést, és én hiszem azt, hogy a kollégák ugyanilyen lelkiismeretesen fogják ezeket az adományokat kiosztani és elszámolni a bank felé. Dombi Imréné polgármester azt is elmondta, az adomány értéke több mint 600 ezer forint. A rászorulók minden alkalommal nagyon várják a segítséget, s a város a szociális intézményen keresztül igyekszik minél több családon segíteni, és minden lehetőséget kihasználnak annak érdekében, hogy ezek az adományok Püspökladányba érkezzenek. A segítőkezek az Élelmiszerbank egy gyermeknapi pályázatán is részt vett, és sikerrel. Ez az adomány is megérkezett, és az intézmény által tervezett majális gyermeknap 2012-es rendezvényen osztják ki a közel 150 csomagot a gyerekek között a hétvégén. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület kiírt egy pályázatot a Terüly-terüly asztalkám címmel, gyermeknapi pályázat, amit sikeresen bíráltak el. A gyermeknapunk 2012. május 25-én lesz az Újtelepi klubunkban. Körülbelül 150 főt várunk erre a rendezvényre. Az adományok gyakorlatilag csokikból, nyalókákból, játékokból, konzervekből tevődnek össze. Ezekből az adományokból csomagokat készítünk a gyermekek számára, és miután megérkeznek, mindenkit a kapuban ezzel a csomaggal fogunk fogadni. A püspökladányi rászorulók számára tehát jó hír, hogy a kapcsolat töretlen az Élelmiszerbankkal, és minden remény szerint hamarosan nagyobb mennyiségű adomány érkezik majd a városba.